A 750 éves Szederkényben a német nemzetiségi önkormányzat fontos feladatának tartja a hagyományok megőrzését, a sváb zene, tánc és népviselet tovább örökítését, valamint a nyelv megtartását. A helyi önkormányzattal közösen minden nyáron megrendezik a sváb zenei fesztivált. Nagyon fontos minden olyan rendezvény, ami a svábságnak a fennmaradásához hozzájárul, hiszen azért össze kell fognunk, jó, volt a II. Világháború után egy nagy trauma a svábság életében, de azóta próbáljuk összefogni ezt a közösséget, és ezek az ünnepek, ezek nagyon fontosak ebből a szempontból. Nagyon jó, hogy együtt vagyunk, nagyon jó, a fiatalok is eljönnek, és szeretnénk ebből tényleg, tehát aztán már sikerült is olyan hagyományt teremtenünk, hogy évről évre azért elég sok ember eljön és részt vesz ezen. Nem kell mondom, hogy miért fontos, egyszerűen nagyon, nagyon jó, hogy így együtt vagyunk. A 750 éves rendezvénysorozat végéhez közeledünk, sváb zenei fesztivál lesz a mai nap, a mai estének a témája. Látszik, hogy már elkezdték a kulturális programmal a hangolódást az estére, utána egy Unterrock blokk lesz, aztán a Junge Pádauer fog zenélni, remélhetőleg hajnalig. Ebben a térségben, ugye itt Donau-Schwaben elég sokan vagyunk, akik sváb nemzetiségének vallják magukat. Közelben is vannak olyan települések, ahol ez kiemelt szerepet kap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt próbáljuk a jövőre a következő nemzedéknek is átmenteni. Ez egy, hát Lederhózénak nevezzük, tulajdonképpen egy osztrák népviselet. Szerencsét Baranyában nagyon jól állunk, ha szabad így mondani, sváb csoportokkal, zenészekkel, táncosokkal. Most egy picit talán a 750-es évforduló miatt az első, a műsor első felébe igyekeztünk csak szederkényi fellépőket tenni, és őket megmutatni a nagy közönségnek. Aztán a második felébe hát nyilván Baranya a többi részéből is érkeznek csoportok. A szederkényi Intermelodi énekegyüttes 1991-ben alakult. Fő céljának a német sváb népdalok gyűjtés, átörökítését és megőrzését tartja. Fellépéseik mellett gyakran teljesítenek német nyelvű egyházi szolgálatot is Tolna és Baranya megye templomaiban, az egyházmegye jeles eseményein. A többszörös Arany Rozmarin díjas énekkar állandó résztvevője a sváb zenei fesztiválnak. Kisgyermekként kerültem az Intermelodi kórusba egy gyermekszereplés kapcsán, ez 12 évvel ezelőtt volt, és azóta is tagja vagyok, oszlopos tagja vagyok a kórusnak, és szeretnék is még a továbbiakban is maradni. Számunkra nagyon fontos a sváb hagyományőrzés. Részt veszünk most már évek óta a Szederkényi Sváb Fesztiválon, emellett még a Szüreti Fesztiválon. Kapcsolatokat ápolunk a különböző testvértelepülésekkel, Németországban, Ausztriában, Szerbiában, és ezt szeretnénk továbbra is fenntartani. Én jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetem közgazdaságtudományi karának vagyok a harmadéves hallgatója, és emellett külföldön is folytatok tanulmányokat Németországban. A jövőben akár külföldön, akár itthon szeretném megtalálni a karrieremnek a folytatását, de ez még majd kiderül. Július utolsó szombatján csaknem 50 magyarországi német kulturális csoport lépett fel a Veszprém arénában, a Landesrat fennállásának 25 éves jubileumi gáláján, köztük olyanok, akik a szederkényi sváb zenei fesztivál színvonalát is emelték. Ha egy szóval kifejezhetem, akkor Tolna Baranya meghatározó magyarországi németség életében. Mindig látszni, hogy épp melyik régió az, amelyik mondjuk úgy, hogy több munícióval rendelkezik, több elszántsággal rendelkezik, mert semmi sem egyenes, semmi sem lineáris, egyszer fönt, egyszer lent, de valaki mindig hoz valami pluszt, ami a másik régiónak segít, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Baranya képviseltette magát, és mi pedig, ha most mondhatom személyesen magam is, nagyon nagy örömmel jöttem most ide le, hogy a szederkényekkel egy picit együtt lélegezzek én is. A sváb zenei fesztivállal a fiatalokat is meg szeretnék szólítani. A szederkényi német nemzetiségi önkormányzat célja, hogy az élő kultúrát továbbadják a következő generációnak egy olyan rendezvénnyel, ahol a magyarországi német együttesek mellett osztrák zenekar is szórakoztatja a közönséget. Oh, my God.